Beszállhatunk? Persze, nézzük meg a gépet belülről. Sziasztok, kijöttünk a Jakab repülőtérre, de nézzetek körbe, mennyi nagy gép van itt, ami nem tud repülni, viszont annál több mindent tud. És rögtön egy hatalmas gép mellett találkozom Barnával. Szia Barna, óriási ez a traktor. Szia Janka, köszöntök én is mindenkit, Lővi Barna vagyok az Ausztral Dieseltől. És igen, hát a Massey Ferguson legújabb, legnagyobb traktor családja előtt állunk, a Massey Ferguson 9S előtt, ami a valaha épített legnagyobb Massey Ferguson erőgép család. Viszont sok minden maradt a régi, mint hogyha itt is átlátnék a motortér és a fülke között. Igen, ezt remekül látod. A Massey Ferguson 2020-ban a 8S-es szérián bevezette először, ennek az a neve, hogy Protect U, rezgés, hang, elnyelő rés a motorháztető, illetve a fülke között. Ez egy nagyon egyszerű műszaki megoldás, így gyakorlatilag szó szerint egy lyuk, egy rés található a fülke és a motorháztető között, és ahogy a neve is mondja, jelentősen csökkenti a rezgéseket, amelyek a pilótát érik, jelentősen csökkentik a hangot a fülkébe, illetve a hőérzet is sokkal jobb, a motornak a hője nem közvetíti a fülke felé. És gyakorlatilag az eredmény itt a lényeg, egy sokkal kényelmesebb, kiegyensúlyozottabb halkap munkahelyet kap a kezelő, ami ma már rendkívül fontos mindenki számára. Milyen egyszerű és nagyszerű ez a megoldás. Majd persze a fülkébe is beszállunk, de először, ha lehet, akkor sétáljuk körbe ezt az erőgépet, rendben? Természetesen, ugye nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezek a gépek nem felejtettek el traktornak maradni. Tehát amikor egy vezérgépről beszélünk, akkor meg kell említeni a lóerőt, illetve a maximális teljesítményt. A 9S-es széria 280 és 425 lóerő teljesítmény közt érhető el. Ezzel ez a gép, ami itt áll mellettem, a valaha épített legerősebb Massey Ferguson erőgép. És még egy adat a műszaki adatok kedvelőinek, 1750 Nm a nyomatéka, a forgató nyomatéka. És hát ugye látod a méreteiből is, hogy ez egy igazi vezérgép. Tehát bizony. Bőven-bőven a 400 lóerős kategóriában versenyez, és majd a különböző finomságokból látjuk, hogy a vezérgépsége az teljesen ott van, tömegben, teljesítményben, méretekben, viszont a kezelő kényelme és az észszerűség, a ergonómia az pedig páratlan. A tengertáv nagyságát az továbbra is, erre a szériára is tovább vitték? Igen, a Massey Ferguson jellemzője egyrészt az, hogy egy kimagasló méretű fülke található rajta, ezen jelenleg 3,4 légköbméter. Ez az életben azt jelenti, hogy 3 megtermett ember kényelmesen elfér. Itt a Massey Ferguson Jakab szálláson található Experience-es rendezvényen is számos gazdálkodó úgy jött-ment a géppel, hogy 3-an voltak benne és kényelmes volt. A másik pedig, ami még nagyon fontos, hogy a tengelytáv, amit említesz, gyakorlatilag egyszerűen fogalmazva az garantálja, hogy a lóerők leérjenek a talajra. Ez 3,1 méteres tengelytávval rendelkezik, ami még ebben a legnagyobb kategóriában is az egyik leghosszabb az elérhető gépek közül. Hát igen, ez igen nagy. Igen. Milyen világítást tudtok ehhez javasolni? Mi az, amivel rendelkezik ez a traktor? Ez egy remek kérdés, ugyanis a gyárnak a mérnökei nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a éjszakai, illetve a rossz látási körülmények közt végzett munkavégzés is nappali fénnyel egyenértékű biztonságban és hatékonyságban lehessen elvégezni. Tehát ezen van egy 360 fokos LED csomag, ami azt jelenti, hogy 27 darab munkalámpa, illetve fényszóró közúti lámpa közvetíti a fényt, és gyakorlatilag ezzel bármilyen éjszakából nappal tudunk varázsolni. Ha már itt vagyunk a traktor elejénél, megemlíteném a fronthidraulikát. Ugye a nagy traktorhoz mért a fronthidraulika emelő kapacitása, ez 5 tonnás, és 2 pár hidraulika szelepet lehet specifikálni hozzá. Igen, illetve a jó kilátást segíti elő ez a megszokott, egy ideje már megszokott lefelé ívelt motorháztető formány. Igen, minden Massey Ferguson traktoron megfigyelhető egy pici döntés. Vannak olyan szériák, például az univerzális 5S-es, ahol kifejezetten lejtős a motorháztető, vannak olyan szériák a nagyobb traktorokban, azért ahol a motor mérete miatt valamelyest meg kellett hagyni egyenesen, de feltétlenül látszódik rajta egy valamilyen fokú döntés mindegyiken. Jó, itt a gumiabroncsozásról szeretnék beszélni olyan szempontból, hogy ugye egy ilyen nagy traktornál a lóerőknek ahhoz, hogy a talajra átkerüljenek, ahhoz megfelelő gumizásra van szükség. Tehát a hátsó abroncsoknál fogjuk majd látni mindenképpen, hogy a vadonatúj fejlesztésű abroncs elérhető a traktorhoz. Ez már 44 colos. Ugye itt az átmérőnél nagyon fontos, hogy segíti a lóerőknek a talajra érését. És amiről még nem beszéltünk a hajtóműve a gépeknek, ezek kizárólag teljesen fokozatmentes hajtóművekkel érhetők el. Itt a legjellemzőbb 0-tól 50 km/h-ig menetsebesség, így gyakorlatilag egy fokozatmentes váltónál csak nyomni kell a gázt, és a váltó saját maga vezérli a motorfordulatot, és ez egy ilyen kategóriás gépen rendkívül sokat számít az üzemanyag felhasználásban. Remélem ezt meg is próbálhatjuk. Itt azért láttuk a nap folyamán, hogy itt ugye egy kifutópályán lehetett gyakorlatilag ezeket kipróbálni, és nagyon impozáns volt, ahogy ez a hatalmas gép ilyen fürgén tud mozogni. Így van, így van. Hamarosan majd a nézők is láthatják, hogy milyen, amikor egy hölgy vezet egy ekkora erőgépet. Itt talán még a hátuljánál azt említeném meg, hogy természetesen hidraulikus a felső kitámasztó működtetés. Ez szinte alapfelszereltség az összes 9S-es traktorban, illetve 12 tonnát tud emelni. Ennek a kategóriának a munkaeszközei egyszerűen megkövetelik az ilyen robosztus és masszív emelési kapacitást. Hát hogyne. Leszállhatunk? Persze, nézzük meg a gépet belülről. Hú, Barna, tényleg ez a fülke olyan nagy, mint ahonnan, amennyire kintről látszik, óriási, és közben meg nagyon kényelmes. Igen, ebben a kategóriában már nem csak az elvárás, hogy kényelmes és nagy helykínálatú fülke legyen, hanem gyakorlatilag ténylegesen minden luxust és minden olyan eszköz bele kell építeni egy gyártónak, ami szeretné megmutatni, hogy hol tart most. Tehát kezdjük az olyan kis dolgoktól, például, mint ez a remek fogású bőrözött krómos kormány. Ugye ebbe kapaszkodunk az irányításkor, ez egy rendkívül fontos kiegészítője. De hogyha megyünk tovább, akkor itt látjuk a jobb oldali kartámaszon, hogy ez a multipad joystick, ez nem csak a traktor vezérlésére, hanem gyakorlatilag a hidraulika vezérlésére, automata kormány vezérlésére, függesztőmű emelés, sülyeztésre, és gyakorlatilag a legtöbb traktor funkciónak az irányítására megfelelő és alkalmas. A precíziós gazdálkodás megjelenésével egyre többen választanak két terminálos, két monitoros megoldást, az egyiken a traktorfunkciók üzemeltethetők, illetve a munkagép, másikon pedig a technológia. Ja, ha a technológiáról beszélünk, természetesen ebben a gépben teljes értékű kínálat érhető el, tehát RTK jelszintű automata kormányzás, szakaszvezérlés, változó dózis kijuttatás, és egy újdonság is debütál a Massey Ferguson életében ebben a 9S-es szériában, ez pedig nem más, mint az automatikus táblavégi forduló. Ez rendkívül kényelmessé és hatékonnyá teszi a táblavégén való megfordulásokat. A Massey Ferguson 8S-esben vezette be a gyártó a V-Display AO-szlopi műszerfal terminált. Ennek két előnye van, az egyik az az, hogy a kormány előtt nincs klasszikus műszerfal, tehát tökéletesen látjuk a traktornak az elejét, a másik pedig az az, hogy fölkerültek a legfontosabb visszajelzések, jobb oldalra a szemünk elé, nem kell lepillantanunk az útról. A Massey Ferguson tavaly bevezetett újdonsága az MF BYU, ahol egy több 10 oldalas katalógusból tehetjük teljesen egyedivé a traktorunkat. Ebben a gépben is a piros középrésszel ellátott bőrözött ülés, illetve a kormány jobb oldalánál található MF BYU feliratos tálca, valamint a padlón látható bőr kárpit és bőrszőnyeg teszik egyedivé ezt a gépet. Ezek ebben a gépben megtalálhatók, de természetesen még számos rendelhető hozzá, például teljesen fülkéből vezérelhet gumiabroncs, levegőnyomás szabályzó rendszer, vagy akár más szint is lehet kérni a Massey Ferguson erőgépekhez. Igen, és reggel említetted itt a mai nap megnyitóján, hogy több színben is lehet már ezeket az erőgépeket választani? Igen, azért a zöme 99%-ban marad a Massey Ferguson piros, egy-egy speciális kiadás lesz fekete vagy fehér, de hát az MF BYU az egyediség segítségével gyakorlatilag egy 50-es színskálából választhatunk. Akár rózsaszint is. Egyébként akár rózsaszint is. Szeretném még kiemelni a vezetőülést, Ez gyakorlatilag egy minden kényelmet és funkciót kielégítő ülés. Ez nem csak oldalirányba, hosszirányba és minden irányba csillapít, hanem fűtött, szellőztetett, és a bőrözése révén pedig egy kiemelkedő kényelmet és hosszú élettartamot garantál. Jelenleg a Massey Ferguson életében ez a legnagyobb fokozatú, legnagyobb felszereltségű ülés. És amin még meglepődtem, hogy az az ülés, amint te ülsz, az is bőrülés. Igen, maga a pótülés is bőrözött, illetve hát a helykínálatban a már említett 3,4 légköbméter ugye értelmet nyer, hogy ide még egy harmadik ember a fülke elején lévő tárca helyére kényelmesen elférne, tehát tényleg hatalmas a fülkéje. Tényleg az az érzésem, hogy még egy fülke beférne ide ebbe a nagy fülkébe. Egyébként, amit mondasz, az pontosan így van, számos egyéb gyártónak ilyen kategóriás traktorai fülke keretestül együtt beférnének ennek csak a belterébe. Na hát akkor jól éreztem. Pontosan. Akkor mehetünk egy kört? Hát, természetesen. Köszönöm.